A magyarság ott keletkezett, ahol ma él, ahonnan őstörzse soha, sehová el nem távozott, de ahonnan hosszú tízezred évek alatt egyes részei ki is költöztek lakatlan tájakra, avagy olyanokra, amelyeknek gyér és teljesen műveletlen lakossága volt, csak amely tájakon megtelepedve új településeket alapítottak. Én felolvasok egy másik idézetet is, nem a teljeset, amit itt kigépeltem magamnak, de annak a lényegét. A magyarság ázsiai és nomád eredetéről szóló tanítások csakis külső és belső ellenségeink által kitaláltak és kárunkra elterjesztettek, amelyek célja önérzetünk alásása, tekintélyünk rontása és létjogosultságunk elvitatása. Tehát ezt állított a magyar Adorján, amint látjuk, nagyon régen. Amikor legutoljára előadtam ezt a térképet, nem mutattam, fölrajzoltam a táblára. Nem magyar kutató, hanem egy német, Blagojev Govedalica, és egy orosz, akkor még szovjet, Igor Manzura tárta fel, hogy Krisztus előtt 5500-6000-től kezdve egy óriási kitelepülési hullám indult meg a Kárpát-medencéből, méghozzá ezeknek a leletei egy jól behatárolható kört határoznak meg. Ugye a legtöbb leletet ott Aranyosszék környékén vagy Gyulafehérvár környékén találhatjuk meg. Mondhatnám úgy is, hogy Szegetuza, sose tudom kiejteni. Géta szó benne van, ezt értjük, meg a szarmata is. És Vajdahunyad vára környékéig terjed ez a terület, és a másik pedig a Tisza körös összefolyása környéke. Ez a kultúra milliós kitelepülést produkált, bizonyította be Igor Manzura, néhány száz év múlva a Duna-Delta vidékére, ide, a második körzetbe. Majd a következő hulláma ugyancsak milliós településsel, az úgynevezett folyam közbe, de nem a mezopotámiai, hanem az Etelköznek, vagy Lebédiának, Levédiának nevezett folyam közbe. Majd a negyedik hulláma, mindez ezer éven belül zajlik le, több milliós kitelepüléssel az Urál nyugati lejtőihez, a Káma szoros vidékére. Ezt hívják ma Magna Hungáriának. És az ötödik, az pedig Hungária Antiqua néven híresült el hosszú ideig, Kumánia Magyarországa, Kuma Magyarország, a Kuma vidéke, ahol sokan magyarka várost is úgy vélik, hogy létezett. Régi térképeken megvan, és ezen a néven szerepel. Ma már romjai sincsenek. Tehát ez a Kaukázus északi lejtő, így gyakorlatilag ez a öt település. Ezt a kultúrát úgy hívták, hogy jogaros kultúra, úgy is hívják. Azért, mert jogarral temetkeztek. Blagojev Govedalica és Igor Manzura abban egyetért, hogy ez egy királyi nép. A jogar az valóban uralkodói jelkép, tehát uralkodásra született nép. Másképpen mondom, mert ma az uralkodás alatt a kifosztást értik az emberek. Rendteremtésre született nép úgy, hogy nem veszi el sem vallását, sem kultúráját az helyi népességnek. Viszont egy királyi rendet terem, tő nép volt ez a jogaros nép. Minden jellegzetességében bizonyított, hogy a ma ismert népek és nemzetek közül a székelységgel a legrokonabb ez a műveltség, amit ezek a leletek képviselnek. Lépjünk tovább. Az újkőkori
Vonaldíszes kultúra igen híres és kutatott. Legutóbb azt állították nyugati kutatók, hogy ez a Subnaja kultúrából költözött vissza ide. Na hát ennek a cáfolata ott az a honi 7000 éves agyagedény, ami még a Subnaja kultúra kialakulása előtt született. A zölden jelzett mezők ezen a térképen nem úgy neveztetnek, hogy péceli kultúra, pedig a központja Pécel. A legrégebbi leletek Pest megyeiek. Hanem szerencsére nem Bodennek, mert ott is van egy kis lelet, Bodentó mellett is találtak, hanem egy közelebbi medencének nevezik, bádeni kultúrának nevezi Európa. Azt a kultúrát, amelynek központja, és látjuk a térképen, mekkora hatalmas, vastag, lelet gazdag területe a Kárpát-medence. Ezt a horvátok természetesen Vicsedál, vagy Vucsedol, a szerbek így nevezik délvidéken. Látjuk, hogy ott is van rendesen, tehát Naddeónak igazsága vagyon, amikor azt mondja, hogy a Duna folyamvölgye, ez egy ilyen S-salak, a Duna folyamvölgye az, ahol kialakult az ember. Menjünk tovább. A kelták arról híresek, hogy rendkívül ügyes fémművesek. Ugye elméletileg, akire először azt mondta nagyon helyesen, hogy ezek mintha magyarok lennének. Hát bizony, kéne egy kicsit utána nézni, mitől lett a kelta kelta, és mitől nem gepida a kelta, ugyanúgy a pajzsdudorával együtt. Egy kicsit meg kéne vizsgálni, amikor teljesen úgy éltek, ahogy élnek ma is a Gyimesben. Tehát ezt Naddeó professzor és Dayton közölte ezt a térképet. Itt az egyes terület, ahol legősibb bronzleletek vannak. Majd a kettes a kitelepülés iránya a bronzleleteknél, a terjedés hármas és négyes. Nagyon érdekes ez, mert valójában ez is azt a bizonyos ellipszist mutatja, amit ott több helyen behúztam. A műveltség terjedése a Kárpát-medencéből mindig ezen az ellipszisen történt. És ezt pedig Naddeó tette hozzá, kicsit pontosította, és ilyen övezeteket határozott meg. Én meg csak rátettem a népek neveit, jó? Én most elmondom gyorsan. Itt élnek a mahgarok, avagy magyarok. Itt pedig a garmanok élnek, itt a kettesben a garmanok élnek, itt fönn a hagarok élnek, azok a vikingek, itt erre felé vándoroltak racsolóba váltva a garok és gallok lettek. Elmentek egészen a partig, őket már úgy hívják, hogy partigallok. Nem portugál, bocsánat, én nem arról, én partigallokról beszélek. Átkelnek a csatornán, a Szent György csatornán, mikor 450-ben. És ők lesznek az angolok, nem angarok, amik voltak még itt Dánia alatt. Itt még angarok voltak, itt már nagyon racsolnak, itt már angolok. Fönn gélül beszélnek Írországban, meg keltául. G helyett, tehát már nem garok, hanem karok, kerek, kelek. Nagyon ügyes. Erre lefelé a hármas felé haladunk, és ott laknak a garvótok. Nem a hárvótok, mert a G-vel mondják néhányan, meg K-val ugyanazt, amit én K-val. Harvót, horvát. Garvót, kravót. Lemegyünk egy kicsit, ott görögök élnek, akiknek a másik neve Hellén, a G helyett hát használtok, és racsolok már, megem. Hellén lettem. Óriási mennyi nép született. Pillanatok alatt mondtam egy csomó népet, pedig csak a Kárpát-medencéből kiáramló garról beszélek. Bolgárok vannak itt lenn a szomszédban. Egy kicsit arrébb megyünk, erre kik laknak. Hát a gara völgyében vajon hogy hívják az úzokat? Garaúzoknak.
Menjünk tovább Mandzsúria irányában, Karakórum felé a Karjuk-vidékre, azon túl is Dzsungáriába, Mongóliába, Koreáig érhetünk a Mandzsúr vidéken. Elképesztő. Nincs nép, amelyiknek ne lenne gar neve. Lemehetek Algériába is. De mondhatom azt, hogy hogy hívják ezt a területet azóta, hogy történt ez a váltás, ameddig még nem értem el. Maghrebnek hívják. Maghrebnek ezt a területet, előtte ennek nem volt az a neve, hogy Maghreb. Ez csak azután lett, mikor a hunok egyik csapata, akiket vandálnak ferdítettek, és megint csak germán lett belőle, néhány királyt megnevezek, Gejsarik, első király, annak fia Hunerik, az utolsó pedig Gejlamír. Na, hogy írták le latinul Gézát? Gejsa. Hogy írták le latinul Gyulát? Gejla. Mi a Rik és mi a Mir? A Rik az Rex, az a király fordítva. Nem ordítva, mondtam. És mi a Mir? Ugyancsak a király neve. És megint csak oda jutottunk, hogy a bronz elterjedése ezen a sztyeppe vidéken terjedt, hiszen van egy olyan térkép, hogy a gazdag ötvös művészet szkíta leletek területe, ami a Kipcsák birodalomon keresztül, azt a térképet már mutattam egyszer, azt a bizonyos Csernozjont, ezt mutatja. Ez a térkép megint Nyugat-Európában szünetett, ez a besötétített folt, ez nem más, mint a szkíta leletek tömkelegének régészeti helye. Visszaugrunk egy kicsit az időben, csak azért, hogy ráismerjünk valamire. Még nincs Róma. Még nem született meg Róma. Itt látjuk az ős népet, az etruszkokat, akik a kultúráját teremtették, hiszen vejit kellett meghódítania, hogy naptára legyen. Hibásan fejtette meg, Istenem. Később kijavította. Tehát etruszk birodalom és szomszédja Umbria. Hivatalos történet tudósok leírják, Plinius és idősebb és fia is arról beszél, hogy itt ilyen valamiféle szubogban éltek, magyarul szubszidiaritás szerint székhelyiségben éltek ezek a népek, akik szabinok is a szubszó szerint. Szabinnők elrablása a Mendemonda ismerős lesz, és ezek leírják, hogy nagy valószínűséggel szikulok voltak. Az Alba-hegység nem véletlenül szerepel Róma alapításának történetében. Tehát ezek a népek itt, az umberek, azok lehet, hogy emberek voltak. Székelyek, szikamberek. Az oszkanok meg lehet, hogy úzok, ahogy az etruszkanok is úzok voltak. A venetik, az meg venéd, hát ki nem veszi észre. Itt alul meg Szicília neve, a szikel. Máltát meg szikulok alapították. Nézzük meg az alapító levelét. Tehát itt nincsenek új népek, itt elnevezések vannak. Már akkor is, még Róma előtt is létezett ez. Róma eltüntette őket, lett római polgár és barbár. És aztán, amikor megjelenik Attila, érdekes módon az angolok nem Angliát alapítják meg, hanem Northumbriát, East Umbriát és Közép-Umbriát.
Tehát három Umbriát alakítanak, nem Angliát. És itt is Umbria van, még mielőtt Róma feltűnik a történelemben. Egy járvány ütötte föl Európában a fejét, amikor még az a terület, amelyik fehérrel színezett, jó esetben népeket is megneveznek törzsekként, de van, amikor azt mondják, hogy incognita, terra incognita, tehát ismeretlen terület, miközben nő egy fekély, mint egy dagály és egy ragály, délen Rómából kiindulva, amelyik rádöbbent arra, hogy megvan az eszköze arra, ha ő úgy lép fel, akkor legyilkolhat bárkit, és elveheti, ami az övé volt, vagy amit ő teremtett. És óriási gyarmatokat növesztett. De ez a nép egy határvonalat betartott hosszú ideig. Krisztus előtt 753-ban születik meg a gondolat testvérgyilkossággal, akár csak Káin Ábel története. Romulus lesz a király. Krisztus előtt 753, ide teszi a történelem tudomány. Majd elkezd növekedni, de nézzük meg, ez a barna terület hol áll meg. Itt áll meg. Mi állítja meg évszázadokon keresztül, inkább elmegy egészen nyugatra, akkor még nem hívták ezt Hispániának, emberföldnek hívták, Ibériának már hívták. Tehát miért megy arra inkább, meg délre, és erre felé valahogy nincs kedve? Hát azért, mert bárhányszor erre ment, elég keményen fübe harapott a római sereg. Hosszú ideig, óriási csaták révén a császárságot kellett létrehozni mégiscsak ahhoz, hogy győzzenek a Szávánál, majd átlépjék a Drávát, majd rátörjenek Szarmátiára. Áttörjék Szarmátia határát. És látjuk, meg is áll ez az egész, és nyugaton egy ilyen átkaroló hadművelettel az úgynevezett Magna Germániának jegyzett germán területet, ami ekkor még kutyafülét volt Germánia. Inkább mondom magyarul, jó? Garmannok lakták. A maggarok itt laktak a Kárpát-medencébe, a garm emberek pedig ott laktak, de ők már nem a maggarok voltak, hanem a garmanok. Ma úgy mondjuk germánok. Ugye tudjuk, hogy a mann az mit jelent német nyelven. Tehát ők a gar emberek. Tehát a lényege az a dolognak, hogy itt még megálltak a Dunánál, de ez már nagyon veszélyes volt. Miért volt veszélyes? Mutattam a sztyeppe vonalát. A sztyeppe vonala a keresztkegyelem útja. Itt lehet közlekedni és bejutni a Kárpát-medencébe, az utolsó szeglete ennek a bizonyos keleti Koreáig tartó Sejem útként elhíresedett keresztkegyelmi útvonalnak. Tehát ez már félig elzárja a közlekedést a szarmaták elől. És miért lett az a története Európának, ahol Tóth Gyula sejtése szerint elképzelhető, nem mondja, mert ő nem olyan magabiztos, mint a Finnugrász Akadémia, néhány képviselője, nem mondja, hogy biztos, bizonyított, de sejtése szerint nagyobb a valószínűsége annak, hogy 532 év fiktív időszak van a történetírás történetében. 532. Nagyon jól állítja ezt, mert vagy nulla, vagy 532, vagy 1064 évet lehet hazudni, tévedni a történelemben, mert hiszen elég régóta van a húsvét számítás. Tehát nem lehet akármilyen időt, itt illik tévedett, ő észrevett néhány csalást, 297 éveset pontosan, néhány dél-európai és észak-afrikai történetírás dátumaiban,
Ez jellemző a muhammedánok időszámításának dátumára is, 666 helyett 622 a hijra, a Julianus naptár szerint viszont 666 a hijra dátuma. Viszont ez éppen 297 évvel a nikeai zsinat után történik, és nagyon érdekes, hogy nikeai zsinat után az áriánusokat űzik el, akiknek a vitája Jézus személyét illetően nagyon hasonlít az iszlám alapvetéseire. A köztes években pedig eltűnnek a többséget képviselő áriánusok a történelemből, de egyszer csak születik az égből 300 év múlva a muhammedán vallás. Tehát itt van valami rejtett történet, amit 532 év fiktív idővel nagyon szépen lehet muzsikálni, mintha nem lenne rejtve. De hát nem lehet úgy muzsikálni, hogy féligasságokkal ne legyen tele a világtörténet, és ha féligasságokkal tele van, akkor igazságok is vannak benne, és a jószemű ember észreveszi, és összerakja mégis utólag. Lehet, hogy Tóth Gyula ezt tette meg. Mindazokat a népeket, akiket az ókorból ismerünk, nem nyelte el a föld, mint ahogy a középkorban megismert népek sem az égből pottyantak. Összefoglalóan azt állítja ebben a művében, hogy sokkal több népet ismerünk, mint amennyi valaha volt, és sokkal több népről beszélünk a múltban, mint amennyi valójában létezett. Hát ezt szeretném folytatni, és ez volt az utolsó térkép, amit mutattam. Ugye tudjuk, hogy a Hun birodalom megszületése vetett véget valójában a római birodalomnak, bármennyire is próbálják későbbi dátumra végső megszűnését datálni, és még egy utóállama az új Róma, hiszen akkor új Rómaként emlegették Konstantinápolyt, még létezett. Ez egybeesik, ez a szétesés történet a mai hivatalos tanítás szerint, a világenciklopédia szerint, egy népnek a vandálkodásával, tehát ma már úgy használják a vandál nevet, mint a pejoratív szavak egyike, mint a barbárt. Egyébként szumér nyelven fényt jelent, de ugye ma nem ez jut senkinek eszébe, a barbár szóról. Tehát ez a vandál nép egy ilyen körutat tesz, tehát óriási költözésről beszél a világtörténelem. Egy nép innen a Kárpát-medencéből, előtte itt születik meg ő is a Venét területen, itt Észak-Európa, a Balti-tenger környékén, majd leköltözik ide, a Kárpát-medencébe, a teljes nép, számos térkép ekkor a Kárpát-medencét, és még nagyon sokáig Vangarórumként nevezi, Vangarórum, másképpen Vandarórum, tehát az elhajló nyelveken az NGND elhajlásra hívom föl a figyelmet, tehát ez ugyanolyan, mint az uborkánál is, amit észrevettük, hogy ungorka vagy umborka, tehát a lényege az a dolognak, hogy ez a vandál nép egy körutazást tesz ellentétesen új Rómával, és végül 455-ben vandálkodik Rómában, a hivatalos történet szerint. Tehát 455-ben, ekkor már Attila egy éve halott minimum. És ekkor vandálkodik. A Hun birodalom a hivatalos történelem szerint így özönli el, és ez még egy nagyon visszafogott térkép, ahol itt a Hun birodalom végét jelzik. Valójában tudjuk nagyon jól, mai ázsiai kutatók és a ott élő történészek úgy emlékeznek Attila királyságára, hogy bizony ő még ezen túl is több országnak királyaként volt tisztelve. Tehát egy Hun királyság, egy Hunisten uralkodása kezdődött meg a hivatalos történelem szerint 375-ben. Ha a Tariüngürüsznek a dátumát veszük, az két évvel korábbi 373-ban, és 451-ben jut oda, hogy ugye a mi krónikáink szerint Attillát római szokás szerint
királlyá koronázzák. A mi krónikáink szerint, mert a többi erről nem tesz említést. A mi krónikáink, tehát a magyar nyelvűek szerint, de mi ugye nem azt tanítjuk. Tóth Gyula megjelentetett egy honlapot, és körülbelül 2014-ig ápolgatta, állandóan újította, és több fejezetet tett hozzá. Egy könyve is megjelent Szkítiától Magrebig címmel, és a könyv az már megjelent, mikor még folytatta a történetet, és hát még a könyvben is benne van, azt hiszem, még ez a sejtése, hogy honnan ered Konstantinápolis neve. Tehát ő úgy gondolja, hogy itt nincs másról szó, nagyon szépen megindokolja, erre nekem időm most nincsen, hogy a Konstan az a hunistenből származó kifejezés, a jelentése is az állandóság maga a világnyelvein, a konstans. Valójában a konstantin császárok elnevezései egy bizonyos időponttól kezdve szaporodnak el a római birodalom írott történetében, és nagyon érdekes módon akkor szaporodnak el Diokleciánus után, amikorra ő sejti a valódi hun történetet. Ez Krisztus után 305 a római történet szerint. Itt az évszámokban nagyon el lehet veszni, de majd mindjárt látjuk, hogy miért, és miért is veszett el a történetírás, szándékosan vagy nem szándékosan az évszámokban. Így néz ki a hun birodalom hivatalos történet szerint 411-ben. A Wikipédiáról származik ez a térkép. Szeretném megmutatni, hol van a frank fejedelemség. Már egy kicsit elhúzódott innen ide. Tehát nincs itt frank fejedelemség, itt gall királyság van, tehát kelta királyság van. Itt pedig frank fejedelemség, mondja a hivatalos történet. Tehát mi történik? Megszállja azt a bizonyos római birodalmat, ahol nem volt más, nem volt frank, gall és egyebek, csak római polgár vagy barbár. Más nem lehetett. Ennek a keleti felét megszállja egy hun jövevény, most idézőjelben mondom, és akkor hirtelen erőre kapnak, félve a hunoktól, írja a hivatalos történet, a frankok és fejedelemséget alapítanak. Függetlenül a hunoktól. Szinte úgy van megírva, mintha tőlük menekülnének. Nem csak ő, az összes nép így van megírva, hogy a hunoktól menekülve királyságokat alapítanak. Hihetetlen! Hihetetlen! Mondok néhány királyságot. Svéd. Nem véletlenül hívtam föl a figyelmet erre a névre itt. A suebek. Itt vannak. Svéd. Másképpen Suev sok krónikában. Közötte itt egy vandál királyság van. Svéd és az alán királyság között. És itt délre pedig egy másik vandál királyság. Tehát két vandál királyság, köztük az alánok. A vandálok a hivatalos történet szerint német nyelvűek, germánok. Alánok sose voltak germánok, de együtt jöttek ide, mondja a hivatalos történet. Mindig együtt csatáztak, együtt vonultak, és hát úgy látszik, jó szomszédi kapcsolatban királyságokat alapítottak. Csak úgy a hun birodalomtól függetlenül. Úgy hirtelen megverték Rómát ezeken a területeken, csak úgy legyőzték, sicsúgy. Meg oda vonultak. Több ezer kilométerről hatalmas népességben ide vonultak, mondja a hivatalos történet. Elképesztő. Tehát nagyon gyermetegnek kell lenni, hogy az ember ezt elképzelje, de majd meg is mutatom, hogy hogy vonulgatnak ezek a népek, és akkor rájön az ember, hogy itt nem népek vonulnak. Itt egyáltalán nem népek vonulnak. Szó sincs erről. Tehát megjelent Attila. 411 után, ezen a területeken. Kinek volt ő a királya a mi krónikáink szerint? A hunok, médek,
gótok, dánok királya, a földkerekség jedelme, Isten ostora, mondja Kálti Márk a képes krónikában. És akkor nézzük, hunok kik lehettek? Hát talán a jászok, hunok, besenyők, székelyek, alánok, vandálok, azok hunok voltak, vagy németek? Úzok? A darócok, marócok, palócok, azok is úzok? A vendek, a voltok, akikből horvátok lettek? Harvódból horvát? A vengerek, akik még itt nem vandálok, vagy most már vandálok a vengerek? Mert érdekes módon ott hívták vandálnak a vandált, ott születik, ahol a magyarok neve venger. Venger, Vengria, szláv nyelven. Nem, ez egyszerűen a hungárnak a kiejtése angol száz nyelveken. Venger, hungár, one. Wenger, tehát próbálom a nyelvi elhajlást mutatni. Leírja az ember egymás után ezt, hogy ua, és már lesz, aki úgy ejti, hogy one. Tehát ilyen egyszerű, ezek lennének a hunok, médek, madák, magyarok, szarmaták, azok nem médek, magyarok, kik a médek? Gótok, géták, masszagéták, kvádok, lehet, hogy az is gót, a kvád, vagy az egy másik nép. A suvebek, gótok, németek, vagy mik azok a svábok, vagy kik azok a suvebek? Dánok, dana, daha, dák. Szanszkrit nyelven a dák neve dana. A gepidák nem dák, nem dana, kapitány, gepidán. Ki tudja. A nyelv az nagyon érdekes, de beszédes. Beszélő neveket hiszek én, és nem csak úgy. A latine megtanulta ezt valamikor, nomen est omen, a név kötelez. Tehát valahonnan ez is származik. És akkor Attila alapít egy központot, és sehol egy nép ezek közül. Se dán, se méd, se gót, se semmi, tehát csupa idegen. Hát Attila olyan helyen alapít birodalmat, ahol kvádok, vandálok, gepidák, pannonok, szarmaták, dákok élnek. Stimmel? Ez azért elég furcsa történet, nem? Bejön ide, itt a központja, és ezek a népek ezek szerint idegenek. A gepidák németek, a vandálok németek, a kvádok megint csak németek, és a pannonokról nem tudunk semmit, a szarmaták iráni eredetűek, mint tanítják, azért, mert egy-egy szót iráni nyelven fejtettek meg, onnantól kezdve kész iráni nyelvű a szarmata, mondja a nyelvészet. A dákok, azok meg semmi köze, a szkítáknak a dákokhoz, az egy teljesen más valami, és hát vannak népek, akik dákó-román elmélet szerint vezetik le történetüket, amiben lehet, hogy nincs tévedés, hogy az ő műveltségüknek vezető rétege az nem vlah volt, vagy olá, hanem dahaszkít a dák, aki egyáltalán valaha kultúrtörténetet írt azon a területen, amire a vlahok, a mai oláhok büszkélkedni szeretnének. Tehát nem azt kell bizonyítani, hogy nincs dákó-román elméletet, legyen, ha neked ez tetszik, legyen. Csak mi nem vagyunk későbbi honfoglalók, mert mi nem honfoglalók vagyunk, hanem őslakos székelyek és magyarok leszármazottai. És ezt már rég bizonyította a hivatalos történet. De mi még mindig Kínától kezdve Sumér földig keressük a magyar ősöket. Még mindig. Még mindig. Pedig már nagyon rég bizonyította a régészet és minden, hogy a magyar folytonos és őslakos a Kárpát-medencébe. A székely meg dolgot szeretnék elmondani. Rögtön odaírtam egy mondatot fölülre, csak ne volna a kvád visszafelé olvasva dák. És ne ott született volna a semmiből a vandál, ahol a magyart ma vengernek mondják. És ne mondanák, hogy germánok voltak a keleti hunokkal szövetséges gepidák. Tehát a gepidák mindig a keleti hunokkal voltak szövetségben. Érdekes. Hát kezdjük el ezzel a kérdéssel, hogy kik is lakták Pannoniát, Dáciát, hova tűntek Attila után, és a szarmaták, hova tűntek a szármadák,
A származásuk szerint fehér, világos, fenséges magyák. Hova tűntek a szarmaták? Ugye? Géták voltak-e a dákok, a kvádok, a gótok és a gepidákok? Ez a kérdés. Géták voltak-e? Ott van a elhajlás, az elhajló nyelveken. De ez nem bizonyíték, természetesen. Én csak néhányat megemlítek. Jordánesz a gótok történetét nem a gótok címszó alatt írja meg, hanem a gétika címszó alatt. A gétákról ír 3-4 fejezetben, majd aztán áttér hirtelen, hogy amit eddig írtam, az a gótok története. Kész, megszületett a gót. Ez egy kép, Konstantinápolyban található. Ez egy gót arcként szerepel mindenhol. Érdekes módon Konstantinápolyban mozaikból kiraktak egy gótot, aki ekkor születik. Még nem tudom, mitől kell ő neki mozaikot rakni hatalmas térképen. Én meg ránézek erre, és azt mondom, ha ez gót arc, akkor mi is gótok voltunk. Az biztos. Tehát, de ez megint nem bizonyíték. Megint csak azt mutatja, hogy itt valami nagyon furcsa dolog van, hogy születnek a népek a semmiből nagy bajusszal, kerekfejjel, mint a magyarok többsége. Nagyon érdekes ez. Hát menjünk vissza egy kicsit az időben. Gétákról mit találunk az ókori irodalomban és a térképeken? Ez ugye egy nagyon régi térkép, Nagy Sándor idején születik, ez Krisztus előtt 323-ig tartó időszak. És Dácsiának nevezett területen a népet szkítának nevezik, meg itt a többes száma a latin, ez a szkíták, az van ide írva, meg géták. Itt len pedig Dardánia ennek a tartománynak a neve. Tehát megint mondom, Dán, Dana, Dák. Szanszkritul mondtam, latinul mondtam. Visszafele olvasva Géta, és ezek élnek Dácsiában. De a gétákat a hivatalos történet állandóan csak leszűkíti erre a területre, a Duna-delta vidékére, mint egy kis csoportocskát. Bár nagyon sok ókori szerző mondja, hogy ezek rokonok az úgynevezett massza-gétákkal, a tömeges, hatalmas népességet jelentő gétákkal, akikről regéket ír, mint gótok Jordánesz, a nagy hazudós. Tehát ezzel kezdjük, de most elmegyünk Nagy Sándor birodalmában a térképen keletre. Szarmata Európa a felirata ennek a területnek. Itt ugye a kimmerek élnek a Krím félszigeten, itt pedig Ibériát látjuk korezmiekkel közösen. Megyünk tovább. Itt fönn alánokról beszél, alánszkítákról, az Alán-hegység környékén, alul pedig dahák és masszagéták felváltva szerepelnek, míg itt keletebbre pedig sakákról beszél ez a térkép. Tehát ezek a bekarikázott nevek, így felváltva masszagéta, daha, masszagéta, saka. Menjünk még keletebbre, itt vagyunk daha, masszagéta, daha, szaka, árja, masszagéta, masszagéta. Tehát megyünk a sztyeppén. Hát mindenki tudja, le is írják az ókori történészek, hogy egészen Krisztus után 300-ig a gétát és a dahát, a dákot szinonimaként idézik a latin művekben. Egyszerűen hol így mondják, hol úgy, akár egy oldalon is felváltva 5-6-szor, ezt megtaláljuk brit-angol nyelven a Wikipédián, a magyarban már csak annyi szerepel ebből, hogy Strabon szerint egy nyelven beszéltek, és keveredtek. A géták a dahákkal, hát én szerintem főleg akkor keveredtek, ha ugyanarról beszélünk. Tehát
Hérodotosz térképe eredetileg ugye így nézett ki, és elfelejtettem rámutatni, rá szeretnék mutatni, de inkább megnézzük Hérodotosznál, arra a népre, amire föl akartam hívni a figyelmet. Alánok és suebek, suebszkíták. Tehát a suebek nem csak az égből pottyannak, hanem a szkíták egyik törzse, népe. Úgy, ahogy megkülönböztetnek szkítákat, mint gétákat, dahaszkítákat, vagy alánokat, áriákat, vagy jászokat, jazigokat, szarmatákat, ilyen-olyan történetük szerint. Egyébként mindegyik valójában a egyik vagy az idegen nyelvén embert jelent. Majdnem mindegyik nép embert jelent. Tehát szanszkritul ember a daha, és így tovább. Tehát van egy olyan nép, hogy suebek. Ekkor még itt fedezik föl őket. Tehát amikor én arról beszélek, hogy géta volt-e, akkor én meggyőződésem, hogy géta volt a Massagéta. Géta volt Targetaosz, a szkíták első királya, akiket a székelyek Hargitának neveznek, és azért is mondom ezt, mert a görög nyelvre jellemző, ahol H van, azt úgy tudja kifejezni, hogy vagy S-sel, vagy T-vel fejezi ki a H betűt. És láss, Targetaosz, Hargetaosz. Har az pedig a szanszkritban is, és a mai Hargita hegyben a legmagasabb, tehát a magasságos, fenséges Hare Hare Krishna éneklik keleten, nyugaton. Szkíták, ott van a géta a nevében. Az arszakídákban is benne van a géta, ahogy a szkíta is benne van. A nyelv az ilyen. Nagyon szereti, ha több módon is ugyanazt fejezi ki. Mondok erre egy példát, a saját népünk nevét. Nagyon sokan azt mondják, az a mag, gyar vagy gar. Mag, kör. Mások azt mondják, mahgar. Stimmel? Harmadikak pedig azt mondják, hogy nem, mag, úr. A nyelv az ilyen. Szereti, ha így mondom, ha úgy mondom, akkor is ugyanarról az égi körről, égi úrról beszélek, aki uralkodásra született, de nem azért, hogy elnyomjon népeket, hanem rendet teremtsen. És már beszéltem arról is, hogy véleményem szerint, és már nem vagyok egyedül, egyre többen kezdik kutatni és bizonyítani, a szkíta szó a székitából született. Tehát a széki, székiség elvén szerveződő szakák önálló rendelkezési joggal született szakrális területeken együttműködő népek területe, ez a székita. És nem véletlen, hogy az összes turáni nyelven a szaka ezt jelenti, amit magyarul a szék, mint törvényszék, iskolaszék. Ma már ezeknek megszűntek az autonómiái, de valamikor ezeket egyenlőség jellel emlegettük avval, hogy önállóság, autonómia. És a szamurájok szakája az a saját önrendelkezési területük egyben. Tehát ide csak annyit írok, hogy így is szokták ábrázolni Attila birodalmát, miközben egy csomó nép születik függetlenül őtőle, és én azt állítom, hogy sem a vandál, sem a suev, itt suevnek szerepel, nem suebnek, BV hangváltás, sem a gót, sem a frank, aki varang, Varhung, Varang, Varing, Frink, Frank, Frinci, Franci. Tehát elhajló nyelven csinálhatok én annyi népet, amennyit csak akarok, csak őrző nyelven nem lehet. Az őrző meg a magyar, amelyik meg tudja fejteni, na megnézzük, honnan hajoltát el. Tehát ennyi nép született, és ezek mind el fognak tűnni majd, ahogy Attila
meghal. Nyom nélkül eltűnnek. Ezt a térképet szeretném, ha bevésnénk, hogy mutatják a Hun birodalmat. Nem véletlenül mutatják így. Tehát ha úgy mutatnák, ahogy valóságban van, hogy nem csak idáig tart a Hun birodalom, ameddig Róma tartott eredetileg, hanem úgy mutatnák, ahogy az volt, hogy Róma attól szűnt meg, hogy délen a pártus birodalom támadást indított az Egyiptomon keresztül, Afrikán keresztül, és valóban igazat szólnak a krónikák, és Illig ezt vette észre, hogy nem 700-as években jöttek be délről az úgynevezett arab népek, akik a pártusok voltak eredetileg, hanem 400-as években, 297-300 évvel korábban, és a mi krónikáink helyesen mondja, hogy Miramamomma, ha jól emlékszem a névre, ugye azt hiszem, Miramamomma ellen vezényli Attila Galliába, Hispániába a spánjait, a kapitányait, hogy verje vissza az arab hódítást. Miramamomma, ha jól emlékszem a névre. Tehát megindult egy pártus déli hadjárat, miközben megindult északon egy hadjárat, csak nem járt meg itt. Nem csak csata volt, meg a vizigótok királyságokat, menekülőben az a Hun birodalom elől királyságokat alapítottak, meg a suevek, menekülőben a hunok elől királyságokat alapítottak, meg az angarok, a jutok, a szászok, menekülőben a hunok elől királyságokat alapítottak, mondja a hivatalos történet. Ez nem így történik, hanem ez az egész meg lett hódítva, északon a Attila vezényelte szkíta seregek, a roxolánok, a királyi szkíták, a szarmaták, a jazigok, a géták meghódítják egész Európát. Nem úgy hódítják le, hogy népeket írtanak, hanem a római birodalom és uralkodói szemléletet szüntetik meg, és robbannak, virágozni kezdenek a népek ezeken a területeken. És délen pedig megindul a pártus hadjárat. De most ne beszéljünk először a pártus hadjáratról, inkább először a Hun hadjáratról beszéljünk. Csak nézzük meg ezt a két térképet. Róma múltja és a Hun birodalom meddig terjed. Nem véletlenül tagadják meg, hogy a Hun birodalom a teljes Európát meghódította. Mert meg kell hagyni a Róma feltámadásának történetét, mert ezeknek itt nem szabad, hogy köze legyen Attilához. Ők nem Attilától nyertek királyságokat, nem Attila fennhatósága alatt, hanem ők csak úgy maguktól, csak úgy az égből pottyant bele az örükbe a királyság. Se nem Róma nem adományozta nekik, se nem Attila, hanem érdekes történet, de majdnem minden népnek az az ős története, hogy volt egy király, akinek volt egy atya, aki legyőzte a tengeri hétfejű sárkányt. Mende monda lett abból, amiből lett a királyságuk. Ez nagyon érdekes. Tehát Istentől kapott királyságok születtek hirtelen, nincsen neki köze a Hun hadjárathoz. Ez a lényege a nyugati őstörténetnek. Mindegyik királyság körülbelül a 400-as években születik meg, a Hun hadjárat idején. Hát aki ezt nem veszi észre, pláne így ránézve a mese-mese térképekre, akkor tényleg már minek magyarázom itt az őstörténetet, a ókor történetet. Itt vannak az alán népvándorlás, figyeljük csak meg. Micsoda népvándorlás? Hát ha ez népvándorlás, akkor megeszem a kalapomat. Ha nem hadjáratról van itt szó, alán segédlettel, akik egyébként a vandálokkal együtt mennek át erre a területre, és együtt alapítanak itt Geisarik, meg Hunerik, meg Geilamír, tehát Gyula, Géza és Hun néven királykodókkal királyságot. Tehát itt vannak ezek a történetek alán, népvándorlás, nézzük meg a vandálok, hogy mozognak.
ugyanaz. Az alán nem német, a vandál német a hivatalos történet szerint, de olyan szépen együttműködnek, hogy az valami fantasztikus. Hát ide szeretnék minél előbb eljutni, ezért időztem el egy kicsit a múltban, hogy lássuk azt a bizonyos hunbirodalmi betörés történetét, de összecsúsztatva, amit elétesznek, még a hunok előtt zajlik le, 40 évvel. És ugye azt látjuk, hogy a gótok valahonnan innen születnek meg, és áramlanak lefele, mint nép, majd aztán ketté válnak, meghódítják Rómát, 410-ben már az ő királyuk, akinek a neve visszafele olvasva Alarik, mert ha így olvasom, akkor azt olvasom, hogy király A, pont. Ki ez a király? És ez az Alarik 410-ben meghal, azután, hogy meghódította Rómát, és az egész történetét végignézve azt látjuk, hogy mintha Attila történetét olvasnánk, de a legnagyobb esemény az a halála maga, ahol egy elkerített folyó medrében három koporsóba temetik el. Ezt a gót, nem Géta, Alarikot, nem király A, hanem Alarik. Tehát őt eltemetik három koporsóba. És amit itt látunk, évszámok, hogy a hunnok 451-ben folytatják le nyugati hadjáratukat Galliában, és az úgynevezett Anglivariens, így nevezi a történettudomány, Anglivariens népek, a jutok, az angarok, akik aztán umberek és angolok lettek, Umbriát alapító angolok lettek, tehát emberföldet alapító angarok, nem hungarok, angarok, há nélkül, átkelnek, majd racsolni kezdenek, és angolok lesznek, de már lehet, hogy racsolva tértek át a másik területre, derítse ki, aki kutatja ezt a történetet. A lényege az a dolognak, hogy a jutok, nem jászok, nem jazigok, jutok, és zakszonok, nem sakák, zakszonok kelnek át, és megtörténik az angol szász népvándorlás. De a fele ott marad, dánokká válnak, dánokká, norvégokká, svédekké, és a többi. A fele. A másik, meg zakszon, ugye szászföld, germán népek. A másik fele pedig angol népekké válik, 7 királyságot alapítanak, amelyből 3 Umbria néven születik, 3 Zakszon néven, tehát Csakaföld néven, Szászföld néven, egy pedig központi néven, Kent néven születik meg. Tehát ez az angol szász térhódítás 450-ben történik, miközben Attila nyugati hadjárata történik. Ez egy népvándorlás, és nem Attila hadserege. Tehát ne keverjük ugye össze. A hivatalos történet szerint ez népvándorlás. És királyságot alapít a nép. Nem uralkodók vándorolnak oda, döntik le a római fennhatóságot, és születnek meg virágzóan 7 királyságban népek az uralkodók által, Attila seregei által, nem ez a történet, hanem népvándorlás történik, és ők olyan erősek, hogy ott hirtelen királyságokat alapítanak, amik néhány száz év múlva a világ egyik legjelentősebb királysága lesznek, és őrzik a Szent Korona tant a leghűbben, még nálunk is hűbben. Mert ott nem lehet földet venni, mert az a korona tulajdona. Tehát ezek az angol szászok. Nézzük ezeket az évszámokat, nézzük a vandálokat. A vandálok 300 és 400 között bejönnek a Kárpát-medencébe, majd utána történik az, amikor 455-ben már Rómában kötnek ki. Tehát egy nyugati hadjárat. Érdekes, itt látjuk ugye vandálen, itt végig vonulnak, mikor kelnek át a Gibraltáron, tehát 410 és 20 között. Tehát ez a történet megelőzi Attila hadjáratát, mint egy 40 évvel.
körülbelül. Miközben a mi krónikánk szerint Attila éppen ezt tervezte Rómából visszamenet, de az 450-ben van, és nem 410-ben, hogy ezt tervezte. Mi lehet az igazság? Azért vegyük észre, amit tudunk a Gétika nevű könyvből, Jordanesztől, hogy az osztrogótok eredeti neve Greathung. Azért ezt ne felejtsük el. A vizigótok eredeti neve Terving. Majd ahogy olvassuk tovább a Gétikát, egyszer csak a Greathung helyett Greathving jelenik meg. Én csak kérdezek. Nem lehetett a Terving esetleg Terhung előtte, ha a Greathungból Greathving lett, mire véget ért Jordanes műve. Ezek mind a kettő, és egyébként amikor leírja a Gétikák történetét, tele van a hungurukkal, hungokkal való kapcsolatrendszerről, történetről, műveltségről. Én végigolvastam, szenvedtem a Gétika című művet. Tehát gyakorlatilag itt az ungurok és géták történetéről beszélünk, amikor a gót történetről beszélünk. Ez pedig valami olyan történet, amit azt tudom mondani, egy nagyon szép esti mese. Mikor egy uralkodónak kell néptörténetet írni, mert ezt kérte, kívánta estére. Tehát a valóság ennél sokkal egyszerűbb lehetett. De nézzük meg, a longobárdok mit csinálnak. Ugyanerről az északi területről bemennek a Kárpát-medencébe, majd óriási királyságot alapítanak Attila halála után Itáliában, és mai napig Longobard Lombard, NGMB hangváltás, vegyük észre, nem a légből kapom én ezeket a név magyarázatokat, tehát a Lombardiát nevét annak köszönheti, hogy ott egy jelentős királyság, a Longobard királyság létezett Attila után. Na nézzük, eddig Ibéria volt ez a terület, de Hispánia lett. Mit jelent a Hispánia? Az ott lakó népek nyelvén semmit nem jelent. Viszont szkíta nyelven mindenhol föl van írva a spán, az kapitány. Szkíta, kapitány. Így hívták a szkíta kapitányokat. És érdekes módon a hun hódoltság után Ibéria Hispánia lett. Minden térképen. Ma már korábbra is visszaviszik a Hispánia nevet, tehát vigyázzunk, meg kell nézni az eredeti térképeket. Akkor nem tudjuk megtalálni, hogy mikor születnek a nevek, és mitől születnek a nevek. És itt van a lényeg. 406-hoz, amikor az alán vandál és az úgynevezett suveb hódítás megtörténik Hispániában a hivatalos történet szerint, ha hozzáadok 44-45 évet, akkor pont ahhoz az évszámhoz jutok, amikor az angarok, a zaxonok és a jutok átkelnek Britanniába. Avagy Attila nyugati hadjárata 451, 406 meg 44-45, tehát... Ha a Julianus naptárban mondom azt, hogy 451, akkor az Krisztus szerint 406. Stimmel? 44 év a különbség. 45. Mivel egyik dátumozás ekkor indul, másik dátumozás akkor indul, ezért nagyon sokszor egy-két év még belecsúszik a hibába. De 44 évvel előbb történik a hivatalos történet szerint valami, amit nagyon beleillenék egy Attila által itt megszervezett hódításba. Ha nem 40 évvel korábban történne. Hát nagyon egyszerű, hát Julián naptár szerint mondom, és már is 40 évvel korábban született, csak azt mondom, hogy Krisztus szerint mondtam, közben Julián szerint mondtam a számot. Mert 44-jel több lesz abban a pillanatban, amikor Attila indul hadjáratra. Gót Aladik 410-ben hal meg, Hun Attila 454-ben hal meg. Már megint 44-45 év a különbség. És a két történet tök egyforma. Abszolút ugyanazt csinálja ez az Aladik, mint Attila. Elképesztő. És ez senkinek nem tűnik föl. Hát minek? Hát örülnek a gótok, hogy van történetük.
Csak hogy az a géták története, a szkíták története. Attila vezényelte, uralkodó osztály, rendteremtő osztály, a Káin Ábel ellen föllépő Hunor-Magor osztály története. Nem népvándorlás, mert ugye ezt ugye nem gondolja valaki komolyan, hogy innen a nép elindul, és teljes népével leköltözött ide néhány száz év alatt benépesíti egész Lombardiát. Vagy a vandálok így körbe mennek, és több száz évig itt uralkodnak, úgy, hogy néppel mentek. Nem pedig csak katonai erőről beszélünk, hanem népről. Tehát a történetet uralkodók hívják, és a nevet is az uralkodók adják, ahol tudják. Mert Nagy Sándor féle Alexandria született egy pár, de eltűnt egy kivételével, egy sem marad belőle. Tehát nézzük tovább. Gótok és gepidák, szülő hazája, nézzük csak meg, hol van a hivatalos történet szerint gótok szülő hazája. Ugye ez a Skandinávia déli csücske, és itt van egyébként egy sziget, többek szerint itt született, Gotlandnak hívják ezt a szünet. Nem Jutlandnak, bár én az elején avval kezdtem a múlt előadást, hogy vigyázzunk, váltóhang, H-K-G-J-G, ezek váltóhang. Menjünk tovább, ide levándoroltak, a gepidák meg ide jöttek. Ha nem voltak itt, mert azt mondják, ide jöttek. Ha németek voltak, és a gótok németek, és nem géták. Hát nézzük meg ezt a Jutland területet. Hogy írja le a legelső térkép, ami erről a területről született? Nézzük csak, mit olvasunk itt. Dácia. Mit olvasunk itt? Scania et Dácia. Hoppá, hoppá. Az, hogy Moldáb, avagy Moldáv, Arab, avagy Aráb, az azt jelenti, hogy milyen törzs, milyen nép. És akkor azt mondom, Scania, Dákia, ahelyett a Dák helyett Danát mondok, Skandanáb, az meg a skandináv nép. Innen születik Skandinávia. Tehát dákok, dánok királya Attila, akik a dákok is egyben. És Skandinávia királya is Attila. És itt van az a kis Gottia sziget, itt pedig Szarmata Európa van. Tehát akik itt laknak, lehet, hogy már fajul a nyelvük, gyepűvidéken vannak, nem a központban. Lehet, hogy már elindult egy elfajulás, például a Hunor-Magor elfből elfajulás római hatásra, hiszen ezt még meg is hódolta egy rövid időre Róma, bár annyira nem hagyták magukat, hogy Jupiterről nevezzék el a csütörtököt, hanem Targetaosra emlékezve Toristenről, a viharistenről nevezik el a csütörtököt, Thursday-nek. És ez a germán másik családban Donner. Angoloknál Donner, de Thursday. Németeknél Thor, de Donnerstag. Duna. Ezek úgy összecsengenek. Don, Duna. Turán, Thor, Hargita, Targetaos, Haragisten, Dörrenős, a Dörgetős. Én csak magyarul beszélek. Helyrege rejtem, magyarul megfejtem. Tehát hogyan is történhetett valójában? Attila meghódoltatta Bizáncot, és házassággal biztosította a keleti hátországát. Honorius császár lányát tette harmadik fia Csaba édesanyjává. Veronai Dietrich tanácsára Gallia felé folytatta a nagy harcot, Csabára várt kelet kormányzása. Mindkettőt kineveztek kiskirálynak, Csájderiknek, Kilderiknek. És még idősebb előd fiára, azaz Alád úrra, Alad úrra, nyugat hódoltatását bízta. A vandál Vendgar seregek mellé sorakoztak az északi gótok, akik géták. Angar Umber lombardok, akik Alahungobárdok. Jütiazigok,
akik eredetileg jászok. A zakszon sakák, frankosúvebek, akik, megtaláltuk őket Hérodotosz térképén, mint nagyon messze belső ázsiai szkíta népet, még a honi hun szarmata jász és székhelyi bárdokhoz a délről és keletről érkezett Roksz alán, Szárméd, Daha dán és Gepi Daha baltok és szakasz kíták kapcsolódtak. Hunniába vonult a Géta Kvád, megint egy kis elhajlás, vizigót és vandalúz lombárd sereg, egy része is, hogy felkészüljenek a harcra a nagy vizig. Alán vandál és suveb hadak északról, míg a jászkun hun szarmata szakasz kít a fősereg keletről támadta Galliát és Rómát. Az északi angol jüdzakszon hadak egy része megszállta a brit szigetet, és megalapították Northumbriát, míg az alán vandál suvebek Hispániát. A fősereg megvívta a népek csatáját, majd behódoltatta Rómát. Ez volt a Róma hódoltatásának története. És akkor nézzük Európa térképét a hun birodalom után. Meghalt Attila, meghalt a király, éljen a király, mondta nyugaton az összes pán. És már nem is akart emlékezni arra, hogy Attilának köszönheti a királyságát, hanem kitalálta, hogy az ő atya valamikor legyőzte a tengerből előtörő hét fejű sárkányt. Nem azt mondta, hogy Rómát, azt mondta, a tengerből előtörő hétfejű sárkány győzte le az én merész apám, a merész vitéz Merovig. És én vagyok az elsőszülött Kálodvig, Klodvig, meg Childerik, Kilderik, a király fia. A Szikamber. Le is van írva. A széki ember. A saját krónikájában. De mi nem olvassuk. Mi a magyar fordítást olvassuk, pedig ha átmegyünk az angol történetre, akkor még azt is olvashatjuk, hogy a Merovek legenda nagy valószínűséggel, ez már legalul van az angolban is, ott alul lábjegyzetben, ezt már az olyan nagyon olvasóknak szánják csak, nem a népnek, a hétfejű sárkány alatt a római birodalomra gondol. Micsoda érdekes, erre jutottam én is. Hogyha el akarom tüntetni a valódi atyámat, kitalálok helyette egy hős isteni szülöttet, aki egyébként azt csinálja, amit atyám csinált, Attila, akinek köszönhetem, hogy király lettem. De hát mennyivel másabb, ha meghalt a király, és a jogos örököse Csaba itten készülődik, szkíta földön 100 év múlva már itt is van, akkora sereggel, amit a NATO-t is megverné, ha lett volna, mert avval a technikával jött, ami akkor a legmagasabb technika volt, a lovaival, meg az íjaival, az, meg a fatörő... Minek is hívják ezek? Parítják, nem parítják. Hát nem a kos, hanem ezek katapult, ugye? Tehát parítja vetőivel, nem állt meg rom, vagy vár előtte, csak rom lehetett. És akkor nézzük, megszülettek a népek, nézzük csak. A jutik azok nem jászok, a danik azok nem dahák, az anglik azok nem wangarok, a varnik azok nem avarhunok, a zakszonok azok nem sakahoniak, a turingiak nem terhungiak, a franci az nem várhungi, várhangi, a rugi az nem ruhai, a langobárdi az nem lahungobárdi, a góti az nem gétai, a vandali az nem vendgari, vengeri, csak a királyok neve Attila, Geise, Geila, Hun és Al, Ardarik.
Értjük már, hogy születnek a német népek, testvérek. Káin testvére volt Ábelnek. Európában vannak a testvéreink. Nem Ázsiában élnek, és nem Afrikában élnek. Ők a testvéreink. Mind. Tehát, amikor arra gondolunk, amikor arról beszélünk, hogy István befogadta a bajorokat, azok mind hunok voltak, bocsánat, akkor még nagyon közel volt, 100 év volt csak a múlt, hogy elvált 2 hun. Az egyik Aladár, elődúr, aki elsőszülött jogon akar uralkodni, a másik pedig Csaba, a székhelyiek. Nem az elfajuló gótok, az elfajuló gétáink választották, hanem a székhelyi hű sakái választották Csabát, de elődúr lett a király Aladár. Mert vérrel, csatában majdnem kiirtotta a testvér népet. És Szent István ennek az Aladárnak leszármazottjait fogadja be, és így keletkezik a Gutkeledág, amiből Báthori születik, aki lengyel király lesz, és Magyarország jövőjét teremti meg akkor, amikor 3 része szakad az ország Erdélyben. Soha nem lehettek többé királyok az Aladár leszármazottak Magyarországon, de ennek ellenére ide menekültek. Ide menekültek István udvarába már rögtön. Úgyhogy ezek azok a történetek. Akkor mutatom a hivatalos történetet, mert itt lesz valahol mai napnak vége, mert látom, hogy 9:30, és 1,5 óránál többet egy dologról beszélni nem lehet, de ez még mindig nem a szarmat Európa vége. Aki akarja látni a csattanóját, az majd 2 hét múlva, mert jövő héten nem lesz, de én arra szeretném itt a térképen figyelmet fölhívni, hogy visszaállt az az űr, ami a római birodalomnál létezett. Van Róma, és van barbár. Barbár helyett mit írnak ide a térképre? Szláven. Aztán itt vannak valami avarok, itt föltűntek, ilyen kis picurkák, semmi közük. Egyébként a jövőz látjuk, hogy elnéptelenedett az Kíta Szarmátia, hogy eltűnt. Viszont micsoda virágzásnak indult az, ami a Róma nyomdokain születik? A világuralmi gondolat, a Káin-Ábel elv, micsoda virágzó világ a mai történelem tanítás szerint? Ez meg még mindig terra incognita. Itt törzsek bogyókat szednek. Ebből majd mindjárt kijön egy magyar makogó majom, a besenyő testvére beveri ide a Kárpát-medencébe, majd mi fölemeljük őt, mert elvesszük a zabi gyerekeit, és királylányokat csinálunk belőlük. Mondja a hivatalos történet, magyar, hiszed? Még mindig hiszed? Képes vagy ezt a történetet még mindig hinni, miközben csupa Attila nevű király alapította Nagy-Britanniát? Eltűntek, kivesztek a hunok, a szarmaták, a pannonok, a gepidák, a jászok, eltűnt, minden eltűnt, ami magyar. Szármada, ki beszél már szármadákról? Hát itt vagyok, szármagyar. Elképesztő. És már 1996-ban megírta a História. A fennmaradt késő avar népesség falu lakó földműves tömegei legalább 10-szeresét alkották Árpád magyarjainak. Árpáddal visszajött a Csabaág. Értjük? Felszabadító sereg volt. Nem az, akinek most ott áll a Trianon emlékmű és az országzászló helyen a csillagos oszlopa.
Ez valódi felszabadító volt. Itt testvérként érkezett vissza. Az Árpád-ház először a székelyekkel egyezett ki, majd elvette a felvidéki kabar felsőház Verecke lányát, Eperjest, és aztán különösebb csata nélkül megbeszélte a fehér magyar bolsz, fehér palóc bolsz, vetoplukká fajzott, mert a neve ezt jelenti, fényes pelek, fényes palóc. A svetoplukká fajult testvérággal megbeszélte, hogy tudod mit? Békében élhetsz, ha elfogadod, hogy visszatért Attila örököse. Nem aladár, ágon elfajzott népe a Káinábel és a pénz és Róma szennye miatt megfertőzött agyutestvérem tért vissza, hanem a nem fertőzött székhelyi gondolkozású, saka széki, székitta, önrendelkezésben uralkodást teremtő, műveltséget megengedő, vallásszabadságot biztosító, ha a vallás nem azt mondja, hogy van kiválasztott nép. Ezt a szabadságot biztosító Csabák tért vissza, és újra Attila királysága fog születni. 100 évig próbálták elérni. Valamilyen oknál fogva nem sikerült.